Ó. Oh. Tűz, jó. Na, tehát hogy nyilván nem, de lehet, hogy tehát nem vagyok olyan nézett, meg olyan nagy videós, mint ő, de hogy elég valószínű, hogy velem is, hát hogyha most itt a középiskolai tanulmányaimat, azokat majd, ha még nem most, az még egy darab idő lesz, mire azt befejezem, de hogyha ez majd megtörténik, akkor nem tudom már utána, hát addig se biztos, mert majd az érettségi időszak, meg minden, ami lesz, tehát hogy nem tudom akkor már abban az időszakban valószínűleg ezt garantálni, de utána meg végképp nem. Tehát az, hogy valaki egyetemista, az már annál komolyabb pénzbefektetés mindenkinek, családnak, mindenkinek, hogy tudom, hogy kétszer mondtam, hogy mindenkinek, nem kell kiakadni. hogy, tehát hogy mi most kinek számít, még neked, meg a családnak, szóval elég komoly erő és energia és pénzbefektetés egy egyetem, és annál, hogy csak azért, mert én videózok, azt mindenki belátja, hogy tehát ennél fontosabb az, hogy egy ilyen tanulmányt lefolytassak. Tehát, hogy ó, ne, a füledet tépjem le. Hol van a lábad? Ott vagy, ott vagy. Mi az, hogy nem találom el egyszer se? Hát ne szívassál, már ott lőttem végig. Hát befosok. Senki nem hal meg. Te Deutschland vagy mi? Valami ilyesmit üvöltözött, nem? Na mindegy. Ki hallotta, az írja már le, hogy mit üvöltözött. Oh, hellóka! Szia, szia! Igen. Én is örülök, hogy látlak. Hát mi a rákomat csinálsz már? Na. Úgy. Egyébként nem tudom, hogy miből készült. Igen, tudom, hogy fából, de hogy így. Tehát ez a fából Vaskarika című megjelenítés van itt, mert hogy ez így elég komoly, hogy minden robbanásnak mindennek ellenáll. Tehát, hogy ez ilyen brutalitás szint. 54 millió, tehát. Az gyönyörű volt. Az ott végigvontatta magát. Na, így. Szóval, most még nyilván nem most lesz az, hogy abba hagyom a videózást, mert hogy nem tudom, most ez a második évem körülbelül, hogy videókat csinálok nektek. Kezdődően nyilván néhány Minecraftos videóval, aztán jöttek a bugok, amikből egyébként nem tudom, hogy azt tudjátok-e, mert ez eléggé ilyen háttérinfo vagy belsős info, hogy a Minecraft bugok az igazából egyetlen egy bugokat bemutató Minecraft paródia lett volna. Tehát igazából ez a most 39, előre felvett, meg 41 rész van összesen. Nem tudom, hogy mennyi rész lesz addigra, mire ez fölkerül fenn, de hogy. Ó, szia! Szóval, hogy. Szia! Hello! Szóval, hogy. Tehát ez a több mint, akkor úgy mondom, hogy több mint 40 részes, több mint, hogy mit nézünk, hogy ami már fenn van, vagy ami fel van véve. Tehát ez a sorozat, ez több mint 40 rész. Egyelőre biztosan. És 13, hát lassan szerintem jön a Juggernaut, de még nem most. Szóval, hogy ez jobb, hogyha tudjátok, hogy igazából egyetlen egy résznek indult. Tehát az első rész, ami fenn van, az lett volna elvileg az egyetlen. Aztán jött még egy pár ilyen hülyeség, mert láttuk, hogy megnéztétek egy pár. Hát akkor mondom, miért ne? És akkor csináltam egy részt, felraktam, és ezt megnéztétek, azt nem tudom mennyien, de ahhoz képest sokan, tehát előtte nekem ment a keresztapa, még a régi gépemen, ami egyébként egy Dell laptop volt, semmi komolyjal, tehát igazából volt benne. Ez még robban! Látjátok, hogy semmi! Itt szétrobbant az egész, én meg a mögött, a kis szar mögött kihúztam. Na, szóval, hogy
Jó, oh, hello, most csak egy ötös csomagot fogok akkor venni. Na, így. Szóval, hogy így indult igazából a sorozat, és akkor nézem, mondom, tök jól nézitek, meg minden ahhoz képest, hogy a legnézettebb részem a olyan 1200-300 a... Na, várjátok. Ó, oh, bakter! Ajaj! Kettő Juggernautot láthatunk itt, kedves nézők. Meg fog halni. De nagyon. De nagyon. De nagyon. Gyorsan, gyerünk. Hú, nagyon fosok. Jó, nagyon fosok. Ah. Nagyon fosok. Nem tudjátok, gyerekek, hogy nagyon fosok. De ezek így nem tudom, valahogy én nagyon fosok tőle. Jó, most tudom, hogy háromszor mondtam el ugyanazt, de így nem tudom, szóval engem így megijeszt így a semmiből. Roham feléd egy állig felfegyverzett ilyen katona, akit nem bírsz kinyírni. Jó, így ki tudsz nyírni, de nézzétek meg, hogy mennyit használtam. Tehát egy rakás pénz volt. Na, szóval, és akkor megcsináltam a negyedik részt, és akkor láttam, hogy azt is jól nézitek. Hát mondom, ez egész jó, akkor miért ne? És akkor nem is tudom, már valahol voltunk hotelben, és akkor ott jött egy pár ilyen ötlet, hogy ez egész jó, meg minden, és akkor párat így elkezdtem kipróbálgatni. És akkor ott felvettem, és akkor elkezdtem föltöltögetni, és néztem, és láttam, hogy nagyon nézitek, de nagyon-nagyon nézitek. És akkor gondoltam, hogy fú, basszus, ez tök jó, hogy ennyire tetszik nektek. És akkor... ezek már komoly katonák, kérem szépen. Ezek már nagyon komolyak, és ezek oroszok is, szóval... Ezeknek 90%-a vodka, ha maradék meg a páncél. Gyerünk már! Ó, ne, meg fogok halni! Fogok meghalni. Nem fogok meghalni, csak azért se. Halljatok meg ti. Ó, hogy szakadjon szét mindkét lábad. Ne éljél! Hajj már meg! Egy bambúrám, beleeresztettem egy tárat, és még bambúrám. Hát ezt nem hiszem el. Te még ne lövöldözzél. Hú, basszus. Jó, befostam. Hogy meg fogok halni. Mondjuk még van egy last endem. Na mindegy. És akkor így indult el igazából a sorozat. Tehát gondoltam, elmondom nektek, mert azért így eléggé nézett sorozat, és most, hogy már 2500-an vagyunk, most gondoltam, hogy azért már elmondom. A másik, hogy amit nagyon kérdezgettetek, mikor lesz vlog. Hát vlog videót én még nem nagyon tervezek, és a nagy arcleplezés sem éppen az erősségem. Ugyanis nem azzal... már 17 évet kibírtunk. Nem azzal van a baj, hogy kamerába kell beszélni, vagy valami ilyesmi, mert egyébként régen, mint ahogy minden videós elmesélte, én is nagyon sok ilyen videót vettem föl. A múltkor például pont Istitől néztem, meg Alekszovics mondta, Alekszovics mesélte a múltkori részében, igen, őt is nézem, nagyon sok magyar videós nézek, meg külföldit is, hogy Alekszovics mesélte még, hogy ő is úgy neki fennmaradtak ilyennek, hogy a neve, ja igen, hogy a neve kapcsán, hogy jött az, hogy Matt Alekszovics. És akkor ő mondta, hogy neki is ilyen nagyon sok videója fennmaradt, hogy kim voltak az egyik akkori haverjával, és hülyéskedtek, és ezt fölvették videóra, és akkor gyakorlatilag ez volt. Hát én ugyanezt csináltam Pepitába, csak Voluxal. Tehát pontosan ugyanezt csináltunk, mint amit Alekszovics, hogy ugyanígy hülyéskedtünk, és ezt felvettük kamerára, ennyi. És aztán, tehát ez most csak annak kapcsán jutott eszembe, hogy nem azzal van itt a probléma, nem azért nincsen nagy arcleplezés meg vlog videó, mert hogy én itt félek beszélni a kamerában, csak egyszerűen, hát nem tudom, szóval ezt, mint ahogy sokan azt is megcsinálják, hogy gyakorlatilag mint videós van egy nevük, de közben néhány videóba felfedik a valódi nevüket, tehát
Például itt most Siriusnak a Taps Taps Viktor című nagy, hát hogy is mondjam, önkritizáló szövegére gondolok, amit ő szokott mondani, vagy tehát olyanokat, és én ezt nem szeretem, mert én szeretem ezt elkülöníteni, tehát nekem ez a kicsit ez az arc nélküliség, tehát ez a, hogy nem kell folyton egy kamerába néznem, hogy most is igazából hülyének nézek ki, hogy itt magamnak magyarázok, de hogy tehát nem az van, hogy figyelnem kell arra is, hogy mit mondok, meg hogy kamera, meg minden, hanem tehát nekem igazából ez is valamennyire a magánszférámba tartozik, hogy család, meg hogy hívnak, meg hogy nézek ki, meg mi az igazi, meg mi a keresztnevem, meg miért nem így hívnak, meg miért nem úgy hívnak, meg miért mit tudom én ez, meg mit tudom én azt. Nem, ezt nem csináljuk, ezt nem játsszuk, mondom, ezt nem játsszuk. Hol vagy te zsírarcú? Gyere ide! Azt a retek egyen meg téged is. Jó. Na, szerintem miért érzem úgy, hogy most fog jönni a három Juggernaut, és hogy nem kéne bennem? Szóval, hogy én ezeket mind a magán élethez és a magánszférámhoz kapcsolom, és vagy most jön, vagy következőben jön. Következőben jön, jó. És ezért nem nagyon akarom ezt, tehát hogy felfedni meg ez a lakcím kérdés, tehát nekem ez halál. Most jön a kutya. Tehát ez nekem a másik, amitől teljesen kiakadok igazából. Ez a lakcím SD. Jaj, gyerünk! Kutyus, rossz kutyus. Tehát ez a küldjünk izét, és nem az ilyen nyilvános címekkel, meg ilyesmivel van a bajom, hanem mondjuk amikor Herbie mondta, hogy őt is otthon csesztetik, és hogy nincsen neki meg ez a magánszféra, akkor ez engem is felháborított, mert igazából belegondoltam csak abban a helyzetben, hogy mi lenne, hogyha velem ugyanezt csinálnák. És a... Igazából egy néző szemével nézve azt ő nem érti, hogy ez most miért olyan gáz, hogyha most oda megy egy videóshoz, aki megmutatja magát az interneten, és felfedi az arcát, és elmondja a véleményét, és megmutatja az otthonát, és hogy ott videózik. És igazából, hogyha megfordítom ezt a helyzetet, akkor mindenki úgy fog gondolkodni, mint Herbie, mert mondjuk tételezzük föl, hogy képzelje most el mindenki magára, hogy ő Herbie. Most nem biztos, hogy arra a részre gondolok, hogy sörözni kell, hanem hogy már megyek a izéhez. hanem arra gondolok, hogy most képzeljétek el, hogy ti az otthonotokat. Nagy pillanat, csak elrontottam a Predátort. Ne, kérlek, ne, 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 ne,
de nagyon, ezt jó meg a szontam. Hogy á, de nagyon, gyerekek! Gyerünk, gyerekek, futás van! Gyerünk! 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 Most dobj egy négyes! Négyes, négyes, négyes! Négyes! Mi se lesz ma? Négyes! Oh, ha, egy maradt még! Egy maradt még, ne maradjál! Hajj már meg! Hajj meg! Hajj már meg! Hajj meg! Hajj meg! Halljál már meg! Léce! Hajj meg! Gyerünk! Hajj már meg! Ne létezzé, halljál meg! Gyerünk már! Aja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 j
hogy szakadjon szét a bal lábad. Te a zsírodat süssen meg egy serpenyőbe. Halljál már meg. Hallj már meg. Halljál már meg. Mit csinálsz? Tagadj meg! Gyerünk már! Nagyon félek! Ez az! El se hiszem. Három Juggernaut gyerekek. Na, de hogy? Most szakadjon szét bal lábad! Ez benféle profizmus első rész. Gyerünk. Jó. Nem érdekel? Dobd már le! Dobd le! Dobd le! Dobd le! Gyerünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Dobd le! Dobd le! Dobd már le! Dobd le! Gyerünk! Oda! Megint! Meg! Ne! Fuss! Na hát bocsánat gyerekek, csak kitopott az MV3. Tehát megvolt a három Juggernaut, úgyhogy most örülök is, meg nem is, mert szerintem ment volna tovább is, de mindegy, most nem ez a lényeg, hanem hogy még ezt gyorsan befejezem. Szóval annyi, hogy... és akkor megosztjátok gyakorlatilag minden gondolatotokat, véleményeteket, érzéseteket a nézőitekkel, és akkor aztán utána oda jönnek hozzátok, és akkor elkezdenek dörömbölni az ajtótokon, hogy már pedig miért nem engeditek őket be, és aztán utána, hogy mondjam, tehát, hogy megmutat ő eleget abból, amit ő érez, gondol, lát, játszik, mindent, tehát gyakorlatilag ez kicsit már olyan, mint egy, hát nem, mert azért nem mint egy internetes valóság show, mert azért ennek nem, tehát azt nem lehet összehasonlítani ezzel, mert most azért mégiscsak egy emberről, és nem egy ilyen előre betervezett valamiről van szó. Tehát ezt akartam csak elmondani. A következő részekben remélem, hogy még találkozunk, és hogy tetszik majd ez nektek, és hogyha van, mondom, játékötletetek vagy bugotok, akkor azokat az elérhetőségeimre nyugodtan küldjetek el, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő részben találkozunk. Sziasztok!